Folyamatos jelenlétet szorgalmaz az Eleven emlékmű mozgalom a Szabadság téren. Bendek Péter alapító a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Köszönöm a kívást! Ma reggel egyébként a Népszabadságban jelent meg egy nyílt levelük felhívásuk, ami ezt a folyamatos jelenlétet meg is fogalmazza és szorgalmazza. Mit értenek alatta pontosan? Március 23-án kezdődött ez a mozgalom, amikor egy flashmobot szerveztünk. A flashmobnak a célja az volt, hogy egy másféle gondolkodásmódot vigyünk be a nyilvánosságba az emlékművel kapcsolatban, és általában a holokauszttal kapcsolatban próbáljuk ezt kitágítani a magyar társadalom tragédiájává egyrészt, másrészt pedig az elmúlt 100 évünknek a problematikájává, és amikor tegnap elkezdtük ezt a kiülős, beszélgetős performance-t, akkor erre próbálunk ráerősíteni, úgy, hogy szemben azzal az igazolható rombolással, ami 10 méterrel arrébb zajlik, mi megpróbáljunk egy párbeszéd keretében új lehetőségeket adni a magyar... Miközben vannak, akik bontják a kordont, és önök egyébként ezzel egyetértenek. Önök azt szorgalmazzák, hogy legyen ott egy ilyen közösségi program is minden nap, kivisznek székeket a térre, és mi történjék? Igen, mert a kordonbontás az egy, ha így fogom fel, az egy ellenállási mozgalom, vagy az ellenállási mozgalomnak a része. Az, amit mi csinálunk, az pedig egyet túlmutat ezen. Tehát próbáljunk meg akkor az ellenállás helyébe egy pozitív gesztus gyakorolni. Beszéljük meg azokkal az emberekkel, akik ki akarnak jönni, vagy ki tudnak jönni, az, hogy mit érdemes tenni akkor az emlékmű helyébe vagy helyére, illetve megpróbálj kitágítani ezt a beszélgetést, bevonni olyanokat, akik tegnap még nem voltak ott, mert tegnap azért alapvetően a holokauszt áldozatainak képviseletében, illetve a családjai képviseletében voltak ott, de meg kell érteni a magyar társadalomnak, hogy ez nem elsősorban zsidó ügy, ez elsősorban a magyar ügy, és a flashmobtól kezdve ezt a felfogást próbáljuk erősíteni. És mitől fogja megérteni ezt a társadalom? Érdekes, hogy ma beszélgetünk erről, amikor most tart első órájában, nem biztos persze, hogy minden néző nézett már minket akkor. A Policy Agenda kutatója ismertette az ő eredményeiket. Ők azt nézték meg, hogy például minek köszönhető, hogy vidéken, kis falvakban a baloldali ellenzék olyan csúnyán szerepelt, és a Jobbik meg viszonylag jól. És arra jutottak az elemzésükben, hogy olyan ügyek jutottak el, elsősorban a köztelevízión és a kereskedelmi televíziókon, és azon a limitált média spektrumon keresztül, ami eljut egyáltalán ezekre a településekre, az ellenzék fontos ügyeiként az emberekhez, mint például a holokauszt ügy is, meg mondjuk Paks, meg még egy-két ilyen, ami őket hidegen hagyta és nem érdekelte. Úgy érezték, hogy ez nem releváns az ő életük és az ő problémáik szempontjából, bezzeg a Jobbik meg releváns kérdésekre releváns válaszokat adott, vagy sokan úgy érezték. Tehát, hogy ez a kutatás, meg ez az irány, ez nyilván azt erősíti, amit itt az ATV egy másik stúdiójában Siffer András mondott a múltkor, és azóta is vitatkoznak rajta, hogy az embereket ez az ügy annyira nem érdekli, mint amennyire a tiltakozók itt hangoskodnak. Hadd próbálj meg elvonatkoztatni a pártoknak a produktumáról, meg a véleményéről, meg van nekem nyilván a saját nem túl ízegő véleményem, de az, hogy a magyar társadalom nem fogja föl, hogy az elsősorban az ő ügye, még csak nem is a pártok ügye, hanem pont amennyire nem zsidó ügy, hanem magyar ügy, ugyannyira nem az egyszerűen a szimbolizmusnak az ügye, ahogy a Siffer úr mondta, ez nem egyszerűen arról van szó, hogy van, akik pesti értelmiségiek szeretnek szimbolikus égbe belebonyolódni, nem. Ez az ügy, ez arról szól, hogy a magyar társadalom mennyire képes visszavenni a kezdeményezést az államtól, a pártoktól, mennyire képesek önálló véleményeket, önálló kompetenciákat felmutatni avval kapcsolatban, hogyan szervezik meg az életünket. Úgyhogy ebben a tekintetben ez az ügy nagyon is összefügg azzal, amit egyébként a falvakban a saját életük nehéz, meg a kisvárosokban, meg vidéken általában a saját életük nehézségeiként fognak föl. Egyszerűen az, hogy a magyar társadalom nem képes berendezni önmaga életét, hanem várja, hogy az állam meg a pártok megtegyék ezt helyette, és rendszerint állandóan csalódik. Miben tud egy ilyen civil kezdeményezés és egy ilyen folyamatos jelenlét és folyamatos beszélgetés a Szabadság téren ezen változtatni? Ez egy momentum lehet abban, fölkínálják a lehetőséget arra, hogy csatlakozzanak az emberek ahhoz. Nem túl nagy a rizikó, annak ellenére, hogy tudom, hogy Mécs Imrét rabosítják, meg néhányakat rabosítottak. Rabosították, egyébként legyünk pontosak, voltak, akiket rabosítottak, Mécs Imrét csak gyanúsították, és kihallgatták ez ügyben. Hogy elmondjam a nézőknek is, hogy miről van szó, ugye itt a Demokratikus Koalíció már tiltakozott is, hogy el a kezekkel Mécs Imrétől, akit a falfirka bűncselekmény
esemény megvalósításáért gyanúsítottak, egyébként másokat is, mert hogy vannak molinók ezen a kordonon, amit ott az építkezésen helyeztek el, és erre ő is elhelyezett egy feliratot, meg sokan mások is, azt mondják egyébként a tiltakozók, hogy őket folyamatosan zaklatja ott a rendőrség a tiltakozás közben, nem tudom, hogy önöknek milyen tapasztalataik van. Én kim voltam néhány szor a téren, azt nem láttam, hogy a rendőrség folyamatosan zaklatta volna a tiltakozókat. Az, hogy utána mindenkit vesznek kamerába. Nézze, bizonyos kockázatot az embereknek vállalni kell. Ez nem egy olyan rettentes nagy kockázat. Tehát, ha nem fogják föl, akár azok, akik ott elhaladnak mellettünk, meg akik budapestiek is viszonylag könnyedén el tudnának oda jutni, és egyébként adott esetben egyet is értenek a programunkkal. De fontosabbnak tartják azt, hogy elintézik a délutáni bevásárlásukat, meg azt, hogy hazamenjenek megnézni a híradóba azt, amit majd egyébként részt vehetnének. Hogyha ezt mind fontosabbnak tartják, akkor nem fogunk előrébb jutni. Ha nem veszik észre az emberek, hogy maguk kezébe kell venni a kezdeményezést, és bebizonyítani az államnak, hogy ők akarják eldönteni nem csak az emlékezet, meg az emlékműgyében, hanem általában az életük legfontosabb ügyeiben azt, hogy milyen életet akarnak élni, akkor joggal veszik észre magukat utána, egy-egy választás után, hogy az ellenzék nem tette meg azt, amit ők elvártak volna tőle. Az ellenzék az erőtlen, teljesen független attól, hogy milyen karakterekből, meg milyen minőségből áll ebben a pillanatban. Az ellenzék erőtlen akkor, hogyha a társadalom nem tud, nem azt mondom, hogy mögé állni, inkább vezetni őket. Mire számít, meddig lesznek ott a téren, és mit csinálnak, hogyha elindul egy komoly munkaépítkezés? Addig leszünk kint a téren, ameddig van muníciónk, ameddig van támogatottságunk. Hogyha nyilván azt látjuk, hogy két embert érdekel, tehát a tegnapi 40 után mondjuk 3 napon belül 2-re esik a száma, akkor befejezzük. Ha azt látjuk, hogy 200-ra nő, meg 400-ra nő, akkor tovább folytatjuk. És az a célunk, hogy ez a flashmob, illetve ez a kezdeményezés, ez a performance, ez alapja lehessen adott esetben a társadalmi feladataink és készségeink újragondolásának, és adott esetben legyen belőle egy társadalmi mozgalom. Tehát minden nap 4 és 7 óra között délután visznek ki fehér székeket a térre, és arra buzdítanak mindenkit, aki akar csatlakozni, hogy hozzon magának széket. Beszélgessünk, mondjuk el a történeteinket, próbáljuk megtalálni egymásban azt, ami közös. Köszönöm szépen, hogy itt volt.